Van olyan nap, amikor nincsen okunk bosszankodni? Különleges szó ez. Vajon hogyan lehet ezt elkerülni? Mert megállni a mindennapok igazságtalanságaiban, vagy kudarcaiban, amikor az ember szeretne jó, vagy igaz, vagy helyes lenni ebben az életben, helyes úton járni, és mégiscsak rosszat kap cserébe, és rossz éri őt az életben. Szóval, ez a Zsoltár arról szól, a 37. Zsoltár, ami Dávid Zsoltára, hogy mi van akkor, amikor lenne okunk bosszankodni, amikor lenne okunk bosszankodni, és, és mégis ott van a 11. vers, ahogyan majd hallani fogjuk, és gondolkodunk róla, Jézus Krisztus által kiemelt vers, hiszen a boldog mondásokban Máté Evangélium a 5. fejezetében is ezt a verset idézi Jézus a 37. Zsoltárból, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklék a földet. Szóval bosszankodunk, vagy szelidek vagyunk. De szelídnek lenni nem könnyű. De hogyan juthatunk el a bosszúságoktól a szelítségig? Hallgassuk meg a 37. Zsoltár verseit. Dávidé, ne bosszankodj az elvetemültek miatt, ne irigykedj a gonosz tevőkre, mert hirtelen levágják őket, mint a füvet, s elfonyadnak, mint a gyöngenövény. Bízzál az Úrban, és cselekedj jót, e földön lakjál, és élj hűségesen. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az óra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza igazságodat, mint a világosságot, és jogodat, miként a delet csendesedjél le az Úr előtt, és türelmesen várjad őt. Ne bosszankodjál azon, hogy azoknak szerencsés az útjuk, akik álnok tanácsokat követnek. Szűny meg haragudni, hagyj fel a heveskedéssel. Ne bosszankodjál, az csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kipusztulnak, de akik az Úrban remélnek, ők öröklik a földet. Még egy kevés idő, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nem találod. A szelídek öröklik a földet, és elégedettek lesznek sorsukkal. Jobb a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok gonosznak, mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól ismeri az Úr a fethetetlenek napjait, és örökségük örökké megmarad. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben sem, jól laknak az éhínség napjaiban. Az Úr megerősíti annak az embernek lépteit, akinek útját kedveli. Ha megbotlik is, nem esik el, mert az Úr kézen fogja. Gyermek voltam, és már megvénültem, de nem láttam, hogy elhagyottál lett volna az igaz, sem az, hogy magzata kenyeret kéregetett volna. Remélj az Úrban, őrizd meg az ő útját, akkor fölmagasztal téged, és öröklöd a földet. Meglátod, hogy kipusztítja a gonoszokat. Láttam egy erőszakos gonosz embert, szétterjeszkedett, mint egy dúslombú zöld ellőfa. De eltűnt, és íme nem volt többé. Kerestem, de nem volt található. Ügyelj, hogy fethetetlen légy, vigyázz, hogy becsületes maradj, mert a jövendő a béke emberéjé. De a bűnösök mind elvesznek, a gonoszok vége, pusztulás. Az igazak megmaradása azonban az Úrtól van. Ő az erősségük a szükség idején. Megsegíti őket az Úr, és megszabadítja őket. Megszabadítja őket a gonoszoktól, és megtartja őket, mert hozzá menekültek. Amikor hallgatjuk a 37. zsoltár verseit, ez a 40 versből álló Zsoltár, Dávid Zsoltár, ami azzal kezdődik, hogy ne bosszankodj, és azzal végződik, hogy megtartja az Úr azokat, akik hozzá menekülnek. Ön érdekes megfigyelni, hogy minden egyes Biblia vers, minden egyes isteni gondolat, a három nagy gondolatcsoport valamelyikébe sorolható be. Vagy egy óvást hallunk Isten részéről, vagy egy tanácsot egy cselekvésre, egy döntésre, vagy pedig egy ígéretet, hogy minek van értelme, hogy mit ad az Isten, hogy miről szól a jövő, Isten forgatókönyve szerint. Azt mondja az első versben rögtön, és ez a felütése a Zsoltárnak, ami aztán az első 11 versben többször el is hangzik, hogy ne bosszankodj az elvetemültek miatt. A hetedik versben ugyanezt ismétli meg Dávid, ne bosszankodj azon, hogy azoknak szerencsés az útja, akik állnak tanácsokat követnek, majd a nyolcadik versben azt mondja, hogy ne bosszankodj, az csak rosszra vinne. Ez a Zsoltár a bosszúságról, a nyugtalanságról szól. Arról, hogy mit kezdjünk akkor, amikor heveskedünk, amikor harag van a szívünkben, mit kezdjünk akkor, amikor az elvetemültek miatt, az ő jó szerencséjük miatt az ember az igazságtalanságon érzelmileg felzaklatódik és nem találja a nyugalmát. A mindennapok zsoltára a 37. zsoltár is. A zsoltáros a bosszúságra, a bosszankodásra egyedül a szelítséget tudja felajánlani alternatívaként. És az egész zsoltár erről szól, ne bosszankodj az elvetemültek miatt. Olvassuk az első óvást. Mert, és próbálja elmagyarázni a zsoltáros, hogy ha jobban megnézed, azt látod, hogy mint a fű elfonyadnak, mint a gyenge növény, ami az életben sokszor sikeresnek tűnik, erővel, hatalommal, vagy akár hamisság árán valójában roppant gyenge és törékeny. Pontosan azért, mert nincsen benne igazság. Lehet valaki gyors, lehet valaki erős, de a jellem híján ezek a hatalmat adó, győzelmet adó képességek nem sokat jelentenek. A sebezhetősége megmarad az embernek, annak az embernek, aki a rossz úton szerez meg kincseket, eredményeket, sikert, karriert ér el. Ne bosszankodj tehát, óv minket Isten a zsoltárokban, és felhívja arra is a figyelmünket, hogy szűnjünk meg haragudni, hagyjunk fel a heveskedésünkkel, ne bosszankodjunk, mert nincsen semmi értelme. Az csak rosszra vinne. A bosszúsággal az ördög, az ellenség eléri azt, amit egyébként nem tudott elérni oly módon, hogy minket rosszba vigyen, de a rossz miatti felháborodásunkkal ugyanazt a lelki állapotot, ugyanazt a nyugtalanságot, ugyanazt a bizalom és szeretet vesztett, szelítség vesztett lelki állapotot tudja munkálni. Apró, kicsi, hétköznapi bosszankodásainkat ezért érdemes megtanulni elengedni. Azt mondjuk, hogy ha bosszankodok, még nem bántottam senkit. Ha bosszankodok, akkor még nem kiabáltam. Ha bosszankodok, akkor nem gyűlölök senkit, nem veszem el senkiét. De Mégis ez a Zsoltáros azt mondja, hogy vegyük fel a harcot a bosszankodással. És rögtön tanácsot is ad. A harmadik versben ezt olvassuk. Bízzál az Úrban, és te csak cselekedd a jót, itt a földön úgy élj, hogy hűséges legyél. Bízzál az Úrban. A bosszankodás első számú és legerősebb orvossága az Istenre való hagyatkozás hogy azzal az igazságtalansággal és az együtt vele együtt járó érzelmi állapottal együtt Istenhez megyünk, és azt mondjuk, hogy ja Istenem, vedd el tőlem, ezt segíts meg. És tesszük ezt kitartóan, tesszük ezt addig, amíg a döntéseink meg nem erősítenek bennünket, és ki nem gyógyulunk a pillanatnyi vagy elhúzódó bosszankodásokból. Bízni az Úrban, de hát a bosszúság ott van a lelkemben. Azt mondja erre a Zsoltáros a negyedik versben, hogy gyönyörködj az Úrban. Érdekesek ezek az ismétlések. Bízzál az Úrban, gyönyörködj az Úrban, hagyjad az Úrra az utadat. Olvassuk a harmadik, negyedik, ötödik versekben. Olyan szép, ahogy a Zsoltárunk keresztül Isten megtanít minket, hogy a rossztól való megszabadulás egyetlen eszköze a jóra való odafigyelés. Nem csak úgy hébe-hóba meghallgatni, foglalkozni vele, oda figyelgetni, hanem gyönyörködni. Rá a gondolatainkat, a tekintetünket és foglalkozni vele egészen ameddig át nem jár bennünket. És aki bízik, mert gyönyörködik, az rá tudja hagyni az Úrra azt az utat, amit ő bosszúsággal nem tudott elvenni jól amit ő bosszankodva tudott csak látni, elhordozni maga körül az életét érintő nehézségekben. Azt mondja a hetedik vers, csendesedj le az Úr előtt. A bosszúságból való lecsendesedés az Isten jelenlétében, Isten jóságának, kegyelmének és igazságos ítéleteinek a szemlélése közben lehetséges. Amikor nézzük az evangéliumokban, ahogyan Jézus járt kelt ezen a világon, és Rengeteget bosszankodhatott volna, amennyivel érzékenyebb lelki alkata volt neki, aznak az isteni szeretetnek, jellemnek, az ő személyiségének köszönhetően, amit óvott, vigyázott a bosszúságoktól az Atyára támaszkodva. Annyival inkább jobban bosszanthatta őt. És amikor egyszer felfakadt a tanítványokra, mert ilyen is volt, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig szenvedlek még el benneteket, ami kijött, gondolatként, pillanatnyi érzésként, nem maradt meg eluralkodó cselekedeteiben, döntéseiben, tanítványaihoz való lelkületében, való hozzáállásában való belső motivációként. Ez a kérés, ez a kérdés, ez a nyugtalan megfogalmazása az emberi értetlenség miatti tehetetlenségnek nem vált egy folyamatos bosszúságá Jézusnál, mert azt olvassuk, szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Nem bosszankodni tehát azt jelenti, hogy bízni az Úrban. Bízni az Úrban azt jelenti, hogy gyönyörködni benne, és aki gyönyörködik benne, mert hisz az Isten szerető jellemében, mert látja az Isten tevékenységét az ember életében, a világtörténelemben, de legfőképpen a saját maga életében is tapasztalja azt, hogy hogyan oldódnak meg az Istenre bízott problémák, az egyre inkább meg tudja fogadni azt a tanácsot, hogy hagyjad az Úrra a te utadat. Csendesedj le az Úr előtt, ne bosszankodj, csak rosszra vinne. A szelidek öröklik a földet, olvasjuk a Zsoltár első szakaszának a végén, és elégedettek lesznek sorsukkal. A zoltáros az emberi logikára is támaszkodik, amikor Istentől ikletett gondolatokkal megpróbálja elmagyarázni, hogy a, a rosszra való bosszankodás mindenféleképpen értelmetlen, mert a fondorkodó gonosz, ugyan olvassuk egy hosszabb szakaszban, fegyvere végül saját szívébe hat. Az ember számára az is elgondolkodtató, hogy, hogy miért van értelme annak a rossznak, ami törvényszerűen felemészti az elkövetőjét. A 40 versből összesen 14 vers foglalkozik a gonoszok sorsával. Minden esetben arról beszél, hogy a rossz visszahat az emberre, hogy a rossz felemészti az embert, hogy, az, hogy a rossz lebontja az ember jellemét. Nem véletlen így folytatja a 16. versben a zsoltáros: Hát persze, hogy jobb a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok gonosznak. Mert a gonoszok karja eltörik. Hiába van neki sok, ha nem bírja el mert ami kívül gazdaggá tesz, vagy bőségessé, vagy ö, híressé, az le is töri a kart, megemészti a szívet, és elpusztítja az ember erkölcsi érzékét, de az igazakat támogatja az Úr. És itt egy valóságos ígéret, özönnel találkozunk a Zsoltár második részében mert jól ismeri az Úr, olvassuk a 18. versben, a fethetetlenek napjait, és örökségük örökké megmarad. Ha megbotlik is, nem esik el, mert az Úr kézen fogja. Gyermek voltam, már megvénültem, de nem láttam, hogy elhagyottál lett volna az igaz, sem azt, hogy magzata kenyeret kéregetett volna. Persze, hogy nem látta Dávid, hiszen... Isten olyan különleges törvényeket adott az ószövetségi népnek, és ad ma is, gondoljunk csak a tíz parancsolat, tíz egyszerű életszavájára, ami az embert megtartja, és az ószövetségi törvények, amennyiben Istenben bízva követték azokat az emberek, valóban képesek voltak arra, hogy a szegénységet, az igazságtalanságot, az egyenlőtlenségeket felszámolják nem létezhetett volna az a fajta gazdagság, ha folyamatosan megtartják a törvényeket, ami szélsőséges elosztási igazságtalanságokat teremt ember és ember között, társadalmi rétegek között, hiszen hétesztendőnként mindenki hozzájutott újra elvesztett értékeihez, időről időre szabadságot nyertek a hetedik vagy az ötvenedik esztendőben, Javakat, személyi szabadságukat, örökségüket kapták vissza. Nem volt tehát az Istennel járásnak alternatívája. A 34. vers tanácsa ebben a két rövid mondat részben ezt így fogalmazza meg: Remélj az Úrban, és őrizd meg az ő útját. Bízni benne, és ott maradni az ő útján. Megismerni őt, mert a bizalomnak ez az alapja, ha valakit ismerek az Isten kivívja a mi bizalmunkat, amikor a Bibliából az ő cselekvését, az ő megváltó munkáját tanulmányozzuk. Amikor felismerjük azt, hogy Isten szeretete az ember iránt egy el nem múló kötődés és ragaszkodás. És ezen az alapon tud az ember az ő útján maradni, megőrizni azt, hogy az Isten megtartsa, hogy az Isten olyan ígéreteket adjon neki, hogy a Zsoltár vége felé olvassuk, ügyelj, hogy fethetetlen legyél, vigyázz, hogy becsületes maradj, mert a jövendő a béke emberé. A Zsoltár a jövő betekintéssel végződik. Azt mondja, hogy megsegíti őket az Úr, az igazakat, és megszabadítja őket. Azt ígéri, hogy megszabadítja őket a gonosztól, és megtartja őket, mert hozzámenekültek. Virula a rossz, mint egy Dús, lombú, zöldellő fa, olvastuk a 35. versben a zsoltár végéhez közeledve, de Isten azt mondja, hogy íme nem volt többé, kerestem, de nem volt található, mert eltűnt. De a Szelidek öröklik a földet. Hogyan is idéztük Jézust? Boldogok a Szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Isten elküldi az ő fiát, Jézus Krisztust, és. Visszaadja az országot, újjáteremti a földet, egy új világban ad lehetőséget az embernek a gondtalan, teli tökéletes boldogságra. A Biblia legnagyobb ígérete ez. Kívánom, hogy ez segítsen nekünk megállni apró cseprő hétköznapi bosszúságaink ellen. Úgy legyen.